Sziasztok, itt vagyunk Piliscsében, éppen enduro tábort tartok. Itt van velünk Streetcat Media is, aki megörökíti az utolsó napot, és adunk egy pár tippet, hogy jobb endurósok lehessetek. Úgyhogy kezdjünk is bele! Még jól össze tudnánk foglalni az első két nap, amiket gyakoroltunk. Fogunk egy-két ilyen olyan pályát kialakítani, mintha egy mértet mennénk, vagy egy kicsit a gyorsaságot is átvegyük. Úgyhogy újra bemelegítünk egyet, aztán megyünk motorozunk. Most intenzív két napot töltöttünk, sajnos az utolsó nap azt kihagyom, mert lett egy sérülésem, és nem tudok egyszer ráülni a motorra. Hát én nekem nagyon sokat jelentett iszonyatos tapasztalatot, meg hát ugye ez egy ilyen hard enduro tábor volt, ami nagyon kemény volt. Nekem biztos, hogy minden perce az óriási tapasztalat. Mindenkinek ajánlani tudom, mert tényleg kipróbálja rendesen az embert, technikát. Én ilyen hosszú távú enduros versenyeken indulok, inkább ilyen afrikai túrákra, és pont ezért jöttem is ide is, hogy tapasztalatot szerezek az ottani túrákhoz. Ilyen Budapestben akkor igen, jelen? Azt, igen, azt ott csinálom. Nincs. Igen, ott azt csinálom. Én már kétszer voltam motorral, most megyek harmadszorra. Na, hát csak siker. Köszönöm szépen. Melegedjünk be, az első kör, ha lehet, életem végig próbáljunk meg állva menni. Most egy-két versenyen még két tével fogtok látni. Lesz Enduro OB még Szlovákiába, illetve az Erzberg Road, ahol ugye hard enduro lesz. Bemelegítésnek egy kicsit próbálgatjuk azt, hogy felfele mondjuk egy kézzel menni, megtanuljuk azt, hogy szorítjuk lábbal a motort, mert ha nem szorítjuk lábbal, egyrészt nagyon bedúran az alkar, ugye ami Gézánál is van probléma, másrészt meg ugye leesünk a motorról, hogyha nem szorítjuk, főleg egy ilyen felfelén, meg ahol van tempó. Lefele meg, hogy minél lassabban lejöjjünk. Egyrészt, hogy megtanuljuk kezelni az első hátsó féket, arra figyeljünk, hogy ne csúszson se az első, se a hátsó kerék, és hogy az egyensúlyunkat is meg tudjuk tartani. Itt viszont az a fontos, hogy mivel nagyon lassan megyünk, ezért ne szorítjuk térdel a motort, hanem próbáljunk egy kicsit engedni a térdünkkel, hiszen hogyha tud magunk alatt mozogni a motor, akkor nem fogunk kiesni az egyensúlyunkba, hanem csak a motor egy kicsit mozog magunk alatt, és mi pedig tudunk korrigálni. You feel alive, let's hit the dance floor. Don't work too hard, my break a backbone. Return of the Mac, the king is back though. Corvette and cash, I never lack those. She saw the stone, you know how that go. Fatality, my diamonds that cold. Versace trunks, I hit my backstroke. Knock on the door, she at the back row. All I really take is a little taste. Allen girl, blue eyes with a little bass. Here for the thrill, I don't need a chase. Ó, igazából az előző napok során nagyjából már ugye átbeszéltük az ugratást. Ami ugye nagyon fontos, meg hibát szoktunk elvéteni, hogy nem szorítja a versenyző eléggé lábbal a motort térdel, és ezért nagyon kapaszkodik a kormányba, és sokszor ilyen nagyon gyertyát ugrunk emiatt. Ezért ami fő dolog, hogy szorítsuk ugye térdel a motort. A második fontos dolog, hogy szépen végighúzzuk az elugró szakaszt, hogyha minél nagyobbat akarunk ugrani, és az egy ilyen lineáris gáz legyen. Ugye, hogyha elugrattunk, akkor lesz egy hold pont, ahol se föl, se le nem megy a motor, ott kell még egy gázfröccset adni. Majd mielőtt leértünk, azelőtt megint elkezdjük már húzni a gázt, hiszen hogyha csak így leesünk, akkor
egyrészt a teleszkóp is nagyon összeüt, illetve mi is szinte megfejeljük a kormányt, és nem megyünk előre, hanem ott egy helyben vagyunk, viszont hogyha már elkezdjük húzni a gázt, akkor tol erőre a motor. Kinek ajánlod a te táborodat? Kiket szólítasz meg? Hát igazából főként amatőr endúrósok ezen belül is, akik szeretnének javítani a technikájukon. A legtöbb olyan versenyző jár hozzánk, akik el akarnak kezdeni endúrózni, vagy már egy-két enduró versenyen indultak is, úgyhogy főként ez a fő csapásirány, de vannak egyébként másodosztályú, akár egy-egy fiatalabb első osztályú versenyzők is. Nem mindig van idő, hogy mondjuk minden hétvégén vagy minden héten találkozzunk, így egy háromnapos edzésen belül tudunk elég jól mindent gyakorolni, és olyan technikákat meg tudok mutatni, amit eddig nem ismertek, vagy pedig tudták, hogy ez a probléma, de nem találták rá a megoldást, úgyhogy ezért is jó, hogy három nap van, mert rengeteg dolgot így akkor tudunk tanulni és átismételni, úgyhogy be is tud rögzülni ez a technika. Hogyha nagy gázzal ugye elindulunk egy ilyen oldalazóba, egyből le fog csúszni a kerék. Ilyenkor érdemes hátraülni, minél jobban, hogy a hátsó kerékkel legyen a tapadás. Jó, ezt ki kéne próbálni most olyan helyen, ahol nincsen nyom, és itt elég jó meredek. És hogy az lenne a lényeg, hogy minél jobban üljünk hátra, valahogy mindkét láb lent van, de valahogy ugye a külső láb az inkább a lábtartón van, mert nem ér le. De hogy a másikat is próbáljuk minél hátrébb helyezni, és szépen engedni a kuplungot, hogy szinte gáz nélkül elindulni. Amikor elindultunk, próbáljuk meg megtartani ezt a picike lendületet, mert hogyha elengedjük és újra kell indulni, az megint nagyon nehéz lesz. De ha megvan egy adott lendület, akkor szépen tudunk menni fölfele. Itt kéne lenni a hát a lábadnak, itt. Csak hogy lógjon? Aha, és ott ülj. Szóval nézzük meg azt, hogy itt megállunk egy helyben, ugye, amit már gyakoroltunk. Ez ugye azért fontos, mert rengeteg amatőr pilóta felmegy háromnegyedére a feljárónak, és ahogy megáll, vissza is csúszik. De hogyha rutinosak vagyunk, és tudjuk jól kezelni a kuplungot, akkor szépen meg tudunk állni, hogyha el is akadnánk, vagy nem tudnánk felmenni egy feljáróra. Ugye ezt úgy tudjuk csinálni, felmegyünk, és kieresszük kicsit a kuplungot, és gyakorlatilag az egy fékként funkcionál, hogy ne tudjon hátra menni a motor. Mivel jól tudjuk gyakorolni, hogyha már ez így megvan, hogy egy kicsit elkezdünk hátragurulni, és úgy megfogni, úgyhogy semmilyen fékhez nem nyúlunk hozzá. Ami fontos egy ilyen mérszakasznál, hogy tudjuk, hogy merre megy a pálya, ugye. Általában az van, hogy a verseny előtt gyalog meg tudjuk nézni, most motorral is meg tudjuk nézni. Úgyhogy ez az első körben próbáljátok rákoncentrálni, hogy tudatosítsátok, hogy merre fog menni a pálya. Akkor meg már előre tudjuk, hogy miután melyik kanyar fog következni. Úgyhogy én azt szoktam csinálni, hogy magamban mondom, hogy mi fog következni. Ez sokat tud segíteni abban, hogy tudjuk, hogy mikor kell fékezni, gázt húzni, meg hogy mennyire kell lelassítanunk. Mert ha nem tudjuk előre, hogy miután melyik kanyar jön, akkor ugye megyünk a vakvilágba. Jó? A fiúk, én ennyit terveztem erre a hétvégére. Gratulálok mindenkinek, mert tényleg három nap azért kemény volt. Remélem, hogy tudtam újakat mutatni, meg tudtatok azért tanulni. Jó pihenést mindenkinek! Köszönjük. Ez a videó igazából ennyi volt, úgyhogy ha tetszett, akkor dobjatok egy lájkot és iratkozzatok fel. Ha meg akartok tanulni úgy motorozni, mint én, akkor gyertek el egy ilyen táborba.
Yeah.